Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb brosztázos videóban, és bizony akik szemfülesek voltak, azok észrevették, hogy külföldön már megjelentek bizonyos kis sneak peek-ek az újabb karakterekkel kapcsolatosan, úgyhogy most ezeket fogjuk megtekinteni, ebben a videóban B-ről fogunk beszélni, megnézzük, hogyan teljes egészében milyen is lesz majd a karakter, ami már szinte 100%-ig fix, és itt most már azok az infók, amik ugye benne lesznek, azokra lehet majd számítani a játékban, még így update előtt, úgyhogy nagyon közel vagyunk most már az update-hez srácok, hiszen már B-ről kijött egy ilyen sneak peek-es videó, és hamarosan ki fog jönni Max-ről, és úgyhogy arról is készíteni fogok ugyanúgy egy videót, szóval várjátok sok-sok szeretettel, hamarosan érkezni fog az is, ezután a videó után remélhetőleg, úgyhogy rá fogunk csapni, skacok, rácsapunk, megnézzük, hogy milyen ez a B konkrétan, és itt már az infókat, amiket láthatunk, azokat már szinte biztosnak foghatjuk majd fel, szóval nézzük is meg, hogy mit tud a B, és milyenek lettek a végső statjai, amikre számíthatunk majd most a játékban. Kairosnak a videóját fogjuk megtekinteni, és ahogyan látjátok, már most itt ebben az első pillanatban az látható, hogy ugye milyen karakter lesz B, nem más, mint Epic, úgyhogy valószínűleg jól tippeltünk erre, hiszen én azt mondtam, hogy B lenne inkább szerintem Epic, és Max az pedig Mythic, és hát ez valószínűleg így is történt, hiszen B az Epic lett, úgyhogy ennek örülhetünk, hiszen valószínűleg így egyszerűbb lesz megszerezni ezt a karaktert, mint majd Max-et, és szerintem egy nagyon erős karakterről van szó, úgyhogy sajnos egyik karakter sem Trophy Roadra került. A profilképén nem tudom, mennyire látjátok, de így fog kinézni, hogyan a másik oldalt ott látjátok. Most pont épp el akarta ez, hogy lájkoljátok a videót. Lájkoljátok! De ott volt. Ott van, így fog kinézni a karakternek a profilképe. A karakter az így néz ki 3D-ben elforgatva, ugye van egy sisakja, és van hátul egy hátizsák, ami valószínűleg ugye a méh kaptár lenne, amiből kijönnek a méhek. Van egy 30 gemes skin változat, amiről már beszéltünk, ugye a katica, ami megint nagyon aranyosan néz ki, és 30 gemért cserébe ugye hát nem kapunk külön animációkat, viszont egy baromi jól átalakított skin, ami nekem még majdnem jobban is tetszik, mint az eredeti, úgyhogy ez nagyon megéri szerintem az árát. 30 gem, simán. Na de ugorjunk is ugye a támadásaira és a szuperjére. Ahogy látjátok, 1120-as sebzést tud kivinni, amiről már beszéltünk az eddigiekben, és ugye a második main attackja az pedig háromszor nagyobb sebzést helyek közel sebez be, 3080-as sebzést utána, hogyha ugye egyszer eltaláltunk valakit vele, a sima atomkunkkal, és majd utána pedig a második autó attackunk lesz olyan sebzés. Egy hatalmas sebzéssel rendelkezik ez a karakter, nagyon messzire tud ellőni, és ez lesz a legnagyobb előny. Az, hogy a következő autó attackja nagyobb sebzést fog kivinni, azt onnan lehet eldönteni, hogy sárgára vált alatta a csík, a reloados dammó szlotja, és utána már ugye a 3000-es sebzést fogja bevinni. Az ellenfélnél pedig ez pirosként fog megjelenni, hogyha neki fel van töltve. Úgyhogy ezt is észre lehet majd venni. A szuperje az minimális sebzést tud kivinni, konkrétan 980-as sebzésről beszélünk, ugye akkor, hogyha az összes méhecske eltalálja, ami nagyon pici, viszont ugye hát leszlovolja az ellenfelet, mint az állat ez a szuper, 3 másodpercen keresztül, és ugye azt érdemes megjegyezni, hogyha például eltaláljuk több méhecskével, akkor nem fog stackelődni, vagy nem fog tovább tartani, és nem fog még jobban lelassulni a karakter. Ha egy méhecske találja, ugyanannyi lesz a lassítás és az időtartam, mint hogyha több is találná el. A szuperjét így kiválóan lehet arra alkalmazni, hogyha valaki esetleg fal mögött bujkálna, azt eltaláljuk, de ugye most már kiszedték azt, hogy hogyan át lehetne lőni a falon ezzel a szuperrel, hiszen amikor megjelentették az infókat, akkor azt mondták, hogy át lehet a szuperrel lőni a falon, viszont ez nem így fog bekerülni a játékba, nem lehet átlőni a szuperrel, hanem csak így éppenséggel be lehet kanyarítani, pedig ugye a Brawl Talkban úgy mondták, hogy át lehet vele lőni, hát ez nem fog így maradni, és ugye a poison sem fog bejönni, szóval nem lehet folyamatosan sebezni az ellenfélt vele, egyszerűen csak lelassítja ez a szuper az ellenfelet, és annyi, hogy egy minimális sebzés bevisz, szóval nincsen olyan, hogy poisonolni az ellenfélt, és nem lehet átlőni a szuperrel a falon, csak hogy tisztában tegyük a dolgokat, mert ez előzőleg így teljesen kétes volt. És térjünk is a Star Power-ökre, ami nagyon brutális B szempontjából, szerintem a Star Power-ek teszik a legerősebbé ezt a karaktert, és szerintem az egyik legópébb Star Power-ök itt találhatóak meg B-nél a játékban. Az első Star Power-je az Instabilód, ami azt jelenti, hogy ha be van már töltődve a nagy lövése, vagy az a 3000-es sebzésű lövése, és elmiszelni ezt a lövését, vagy nem találnál az ellenfelet, akkor ugye ha nincsen ez a Star Power-ünk, akkor a következő lövésünk ugyanúgy kisebb sebzésű lesz, ez az 1000-es sebzés, azt a 3000-est akkor úgy elskippelhettük, viszont ha megvan ez a Star Power, akkor ha ezt a 3000-es lövés mellé lőjük, akkor ad még egy esélyt ez a Star Power, hogy a következő lövés is ugyanúgy 3000-es sebzésű lesz, amit már ugyanúgy kivéhetünk majd az ellenfélre. Szóval betöltődik, a Supercharger-t lesz a lövésünk, azt mellé lőjük, de nem kell aggódnunk, a következő lövésünk még ugyanúgy ez a 3000-es marad, ad egy esélyt a játék, és
és akkor azzal ugyanúgy bevihetjük azt a 3K-s sebzést. De itt láthatjátok is teljesen ugye alkalmazásban, itt van a szuperje, már felment a szuperlövés, és utána az kihagyta, de a következő lövése autóatakja, az ugye ugyanúgy használható volt arra, hogy a 3000-es sebzést kivigye. A második Star Power pedig szerintem az egyik legerősebb tényleg a játékban, és most nem túlzok ezzel, skacok, ez durvább, mint 8-bitnek szinte az újjáéledése, a Honeycutt Star Power. Amikor Beat megölnék az egyik lövéssel, akkor ahelyett, hogy meghalna B, egy HP-ja marad, és kap egy minimális kis shieldet fél másodpercen keresztül, és addig halhatatlan B. Szóval, ha egyszerre négyen lövik is, nem tud meghalni, és ugye, ha mondjuk esetleg 10 HP-ja volt a játékban, és valaki oda menne közelre, és rálőne egy nagyot, nem fog meghalni, hanem egy HP-ra lemegy, megkapja ezt a shieldet, ami egy fél másodpercig tart, és még addig se tudják megölni. Ez szerintem nagyon pacek kis Star Power, én nagyon várom, és remélem, hogy ezt meg fogom kapni majd, meg tudom szerezni erre a karakterre, mert ettől lesz igazán kemény majd ez a B. Viszont ez a Star Power csak akkor fog újra tölteni, hogyha már meghalt a karakter, ami egy egész nagy hátrány szerintem ennél a Star Powernél, hogy nem úgy működik, hogy például 30 vagy 40 másodperc múlva ez visszajön, és újra használhatod ezt a képességet, hanem például, hogy a showdownról van szó, ha egyszer ezt már eljátszottad, akkor utána már konkrétan nem fog megmenteni téged ez a shield, mert egy játékban egyszer fog feljönni, legalábbis ott, ahol például egyszer halhatsz meg, ahol többször halhatsz meg ott, akkor még egyszer újra fog jönni ez a shield. Kár érte, hogy ez például nem lehet úgy, hogy újra tölti, hogy mint például mondjuk a Shelly-nek a bendégye. De itt látjátok, hogy hogyan is működik, ugye ott volt, fél másodpercig rajta volt az a shield, és egy csomót ugye ki tudott védeni azáltal, tehát majdnem két lövés, de utána meghalt. A lövési távolsága az pedig iszonyatosan nagy, ugyanolyan hosszúságra tud ellőni, mint Piper, azt a mindenét. És ugye egy kicsivel vastagabb is a lövése, szóval még nagyobb eséllyel tud betalálni egy ellenfélre nézve, megegyező, mint Jesse lövésével, helyjel közel ugyanolyan vastagsággal tud lőni, de ezt mindjárt látni fogjuk itt ugyanúgy, hogy messzire tud ellőni, mint Piper, és ugyanolyan vastagságra, mint Jesse. Wow. Egy nagyobb range-ű Jesse-t kaptunk, aki ugye iszonyatos nagy sebzéssel rendelkezik, egyetlen egy targetet sokkal hamarabb ki fog tudni szedni, míg ugye Jesse az például multiple targetekre jó, tehát ahol többen helyezkednek el, viszont itt van B, aki meg egy iszonyatosan király mesterlövész, fejvadász, asszaszín, bam-bam-bam. Annyi, hogy ugye lassabb a lövedéke, mint Pipernek, így talán egy kicsikét nehezebb ugye eltalálni a messzebb lévő ellenfeleket, és jobban ki tudják kerülni ugye ezeket a lövedékeket. Viszont ugye B-nél nem számít az, hogy ugye milyen távolságban van az ellenfél, hiszen ugye Piper az kevesebbet sebez közelre, még ugye B ugyanannyit messzire, mint közelre is, úgyhogy akár közelharciként is lehet használni. Főleg, hogyha megvan a Honeycutt Star Power, aha. A szuperje az pedig ugye olyan messzire megy el körülbelül, mint ugye Bone-nak a lövése, és hát hasonló módon is működik, csak annyi, hogy jól szétválnak ezek a kis méhecskék, és mindenkit el tudnak itt találni vele, és le tudják lassítani az ellenfeleket. Az újratöltési sebessége meg valami fenomenális. Tehát az, amiről beszéltünk, hogy attól kell félni, hogy nem tudja stackelni az ammójait, hiszen egyetlen egy ammó szlotja van ennek a karakternek. Annak ellenére teljesen ki tudták egyensúlyozni azzal, hogy az egyik leggyorsabb reload speeddel ez a karakter rendelkezik. Pu-pu-pu-pu, így tud lőni szinte. Folyamatosan tudja lőni a lövedékeit, és ugye ott van az a második lövés, ami meg brutális sebzést tud kivinni. 10 lövés 11,6 másodperc alatt tud kivinni, ami azt jelenti, hogy helyjel közel, ami azt jelenti, hogy 1,2 másodperc alatt tud lőni egy lövedéket, és így az egyik leggyorsabb reload speeddel rendelkező karakter P lesz. Gyorsaságra pedig ugyanolyan gyors, mint Piper, úgyhogy tényleg nagyon megegyező ez a karakter Piper attribútrumjaival, ugye hát a távolságra is, amire tud lőni, és ahogyan működik a karakter. A sebzés, amivel pedig rendelkezik a játékban, a negyedik legnagyobb sebzés kivívő karakternek számít, szóval szinte Daryl-lel egy szinten van ez a karakter, sebzésügyileg egy kicsivel lemaradva. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a széfekre nem fog tudni akkora sebzés bevinni, ugyan a második sebzése az nem lesz tripla, hanem szimplán csak az első sebzését tudja bevinni, azt az 1120-ast, és a boxokra nézve is,
mivel túl OP lenne is ez a karakter, kicsit annyira nem lesz használható szerintem ezekben a helyszínjátékmódokban és a többiben, pont amiatt, mivel nem tudja azt a nagy sebzést bevinni, csak ellenfelekre nézve. A szuper sebzése ugye pedig elhanyagolható, és nem is ezért lesz fontos ez a szuper, mivel az a 980-as sebzés ugye kevesebb, mint konkrétan az első autóatakja, úgyhogy annyira nem lehet beszámítani arra a részre, hogyan nagy sebzéseket vigyünk ki vele, viszont arra, hogy lassítani lehet vele, így jobban le lehet vadászni majd az ellenfeleket, és elég gyorsan össze lehet hozni azt, hogy a szupered újra fel legyen töltve. Itt láthatjátok is azt, hogy 3 autóatak elegendő ahhoz, hogy a szuperre újra fel legyen töltve ennek a karakternek, ami iszonyatosan kemény, hiszen olyan gyors reload speed-el rendelkezik, hogy nagyon gyorsan vissza tudja hozni a szuperjét. És így nagyon egyszerű lesz ugye újra feltölteni ezt a szupert, utána pedig ugye levadászni az ellenfelet, hiszen folyamatosan tudjuk rá küldeni majd így a lassítást, és levadászni a sima autóatakunkkal, meg a második lövésünkkel, ami ugyanúgy nagyon kemény, erős sebzés lesz. Szóval srácok, lehetne itt még elemezni ezt a karaktert szerintem, viszont a legfontosabb információkat azokat láthattuk ebben a gameplayben, és nem akarom elhúzni annyira, hogyan egy csomó felesleges információval terheljem az agyaitokat, hiszen ezek a legfontosabb adatok, az, hogy milyen sebességgel tud újra tölteni, az, hogy hogyan lehet majd használni ezt a karaktert, a szuperje milyen lesz, és a Star Power-ről is hallhattunk mindent. Olyan szinten várom ezt a karaktert, mint az állat, és kíváncsi leszek, hogy Max milyen lesz, úgyhogy ha szeretnétek azt, hogy legyen majd róla és videó, akkor mindenféleképpen dobjatok egy hatalmas lájkot, egy hatalmas feliratkozást, és akkor a következő videóban azonnal hozom is a Max-es ugyanilyen bemutatót. Fú, kíváncsi vagyok, hogy vajon velem itt műveltek, és hogy hogyan fog működni, mert ez a B, ez egyre jobban tetszik. Írjátok le kommentben, hogy mit gondoltak ezek után a karakterről. Nekem az egyik kedvenc karakterem lesz szerintem. Imádom a távolsági brawlereket, úgyhogy B, gyere le hozzánk, gyere le! Kell lesz nekem! Gyere már update, mint az állat! Update, gyere! Köszönöm szépen a figyelmeteket, a következő videóban találkozunk, legyetek jók, addig is sziasztok!